Biatorbágyon több rendezvény is szól a német nemzetiségi kultúráról, hagyományokról, zenéről, viszont mi szerettünk volna egy olyan fúvószenei találkozót szervezni, ami vegyítve van a sör délutánok hangulatával, és reméljük, hogy ez ma mai napon sikerül. Elsősorban helyi kötődésű zenekarokat kerestünk, illetve olyan baráti zenekarokat, akikkel egyébként is szorosabb kapcsolatot ápolunk, illetve az a célunk, hogy meg tudjuk ismerni más települések fúvószenekarjait. Nagyon örültünk, hogy a fesztiválon részt vehetünk, és meg is szervezhetjük részben. Én két zenekarban is zenélek, az első a Kispartiban is, meg a Speckbaum zenekarban. Elég sok erőfeszítést tettünk, hogy így nézzen ki maga a fesztivál, hogy kinéz. Nagyon színvonalas műsorral készültünk erre a fesztiválra, mind a két zenekarral. Nagy örömünkre szolgált, hogy pályázhattunk a zenekarra, és állami támogatásból tudtunk új hangszert vásárolni, egy nagyon szép dobot a Petinek, és saját magamnak pedig egy tubát, úgymond az egyesületnek, de én vagyok, aki használja ezt az új hangszert, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Jövőre nézve próbálunk pataparti, polkapartikat szervezni és azon zenélni. Legközelebb a nézőink és hallgatóink június 25-én szombaton 3 órakor a tájházban találkozhatnak velünk. Sóskúti és Biatorbágyi zenekarral már régebb óta jó barátságot ápolunk. Vezetőjük Kaszás Sándor egy nagy zenei mentorunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az ismeretség az innen ered. Heten vagyunk, már kezdetek óta, 2016 óta ilyen létszámmal áll a csapat. A fő műfajunk az a német és sváb fúvózene. Ezek mellett csemorva fúvózenét is játszunk, valamint szlovén Oberkainer és német-osztrák fiatalosabb dallamokat. Többször van az, hogy összeülünk, csak úgy egy lazább szombat délután, és kicsit kötetlenebbül együtt zenélünk, de egy zenekarnak a közönség előtt való zenélés jelenti a közös zenélést. Pilisvörösvár pont egy olyan falu, talán az országban az egyetlen, ahol ilyen nagy létszámban vannak hasonló zenekarok, mint mi vagyunk, hasonló műfajjal és hasonló elkötelezettséggel. Hál' Istennek ezek a német nemzetiségi faluk egymással is jó kapcsolatban vannak, táncsoportok és zenekarok is, úgyhogy így egymásnak meg tudjuk alkotni így a közönséget. Nagyon örülök neki, hogy végre a kis zenekarok is megnyilvánulhatnak, és nem csak a nagy zenekar által lehet ezt a zenét továbbvinni, hanem a kisebb partik is meg tudnak nyilvánulni. Körülbelül másfél éve hívtak, hogy segítsek ki egy második szánykül szólamot, és azóta bekerültem az obligált trombita szólamba, és most egyelőre úgy néz ki, hogy rendes rang vagyok. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy egy ilyen jó zenekarban játszhatok. Nagyon örülök neki, hogy velük együtt zenélhetek, és őrizhetem velük a sváb zenét. Szeretném elvégezni a zeneakadémiát és trombita művész lenni. Nagyon sokat lehet tanulni abból, hogyha az ember idősebbekkel játszik, sokkal több tapasztalatuk van, sokszor tudnak segítséget adni, és tudják segíteni az embert. Tehát az ember sokkal jobb zenész lehet, hogyha hallgat rá és velük együtt játszik. Délutáni program után itt a nagy teremben Schwabbá veszi kezdetét, a Verisvárer Burschen tagjai játszanak. Ők már inkább vegyítik az autentikus német zenét a németországi buli zenékkel, illetve olyan pop zenékkel, amikre inkább a fiatalok szoktak mutatni.